urat, szép jó reggelt mindenkinek. Elnézést kérek itt a, az előkészítés terében, kicsit sűrűbbre lett fogva itt a helyek, mert hogy a 100 széket most így osztották be, és ugyan kértem, hogy nyissák ki, de mondták, hogy hát a 100 fő, akkor itt el kell, hogy férjen 100 fő, mert ez egy 100 fő hely. Úgyhogy tudom, hogy itt előző alkalmakkal a hátsó rész is nyitva volt, és ott is ült valaki. Ha nagyon nem tiltakoztok, akkor ezt most hagynánk ki. Ha tiltakoztok, akkor újra megkísérlem megmondani, hogy mégiscsak kinyissen. Na, elvileg, ugye annyit láttam, hogy én a elmúlt időszakban tömegével kaptam levelet arra vonatkozóan, hogy voltak emberek, akik beregisztráltak az Iliádba, úgyhogy én ezt úgy értelmeztem, hogy vagy meg akarta csinálni a házi feladatot és megnézte, vagy a francot érdekli a házi feladat, de meg kéne nézni, hogy miről lesz a következő alkalommal. Úgyhogy aki eléggé türelmes volt, az valamikor fél öt táján meg is csak megkapta, gondolva, hogy úgysem munkaidő alatt kellene azzal foglalkozni, hogy holnapi napi ki dolgokat megnézzed, de mindazonáltal tehát elérhető, úgyhogy ha valakinek kellett, akkor megtalálta. Akinek házi feladatügyben kellett az Iliász, az mondjuk is el volt késve, mert ugye előző hétvégén voltam hadra fogva, és vártam, hogy kiknek milyen kérdéseik vannak. Mondjuk sok nem volt. Ezt azért így lefordíthatom. Érdeklődéssel várom, hogy a mai házi feladatot holnap 2 és 4 között hány ember fogja tőlem megkérdezni, én ott leszek. Nem mondom, hogy boldogan, de ott leszek. Úgyhogy aki úgy gondolja, akkor az azért már megkereshet. Mellékesen a mai házi feladat az pont úgy lett kitalálva, hogy holnap az egész napotok szabad. Na, jó, mindegy, egyelőre ezt a témát hagyjuk. Szóval a kérdésem a következő. Először egy csavaros kérdés. Tegye fel a kezét az, aki úgy gondolja, hogy abban a feladatban, amiben valami számot kellett előállítani, ő az első 10-ben benne van. Na próbáljuk ezt megfejteni, vajon mi bajom lehet. Volt egy olyan feladat, amiben az volt az igényem, hogy egy fájlban helyezd el azt az értéket, hogy hányadik alkalommal sikerült elhelyezni a megfelelő értéket. Magyarul azt szeretném megtudni, hogy ki volt az, aki több ezerszer próbálkozott, mire végre előállt a kívánt eredmény. Nyilván, hogy azt nem kérdezhetem meg, hogy kinek sikerült elsőre, mert akkor mindenki lelkesen fölteszi a kezét. Szóval ki vállalja be azt, hogy ő nem elsőre találta el. Köszönöm szépen, azért vannak itt bátor vállalkozók. Hála jó Istennek, én előről látom a többiek hátul, úgyhogy nem fogja senki szemetekre venni, hogy nem sikerült elsőre. Jó, van-e olyan, akinek nem sikerült valamelyik feladat és problémát okozott valamelyik feladat? Van, nagyszerű. Ketten ti jelentkeztetek először, te voltál az első, dobd föl, ne számot mondjál, hanem mondd el a feladatot, hogy mi volt vele a problémát. Volt valami olyan, hogy 3 szó közzel elválasztok ennek felsorolni, és egy szó közzel, meg 3 szó közzel is megjelenítettem. Így van. Kezdjük azzal, szintén zenész mondtad te. Tehát akkor valami olyasmi volt, hogy az éppen aktuális könyvtárlista alapján, ha jól emlékszem, mert előtte csináltál törölti, áttereztél mozga, ilyesmi volt, és hogy az éppen aktuális lista alapján csináld meg azt, hogy egy darab változóban, ha jól emlékszem, 3 darab szó közben elválasztva legyenek benne a nevek. Oké, kérdés, ezzel volt a probléma, vagy a későbbiek? Rendben, nálad, ugyanez. Na, tehát akkor ugye a helyzet a következő. Amennyiben egy parancsorban változó hivatkozás áll, akkor azt ugye úgy írod le, dollár, változó név. Azt, hogy konkrétan mi a körülötte levő parancs, az ilyen értelemben lényegtelen. Na most, a lényeg, hogy egy ilyen esetben, tehát ahol változó hivatkozás van,
parancsnokot. Abban az esetben a parancsértelmező következőt csinálja. Ha a változó hivatkozás úgy magában áll, akkor megtörténik a helyettesítés, azaz előáll az, hogy alma három szó közkörte. Viszont a helyettesítés után történik egy szavakra tördelés, ahol ugye a három darab szó köz ugyanannyi marad, mintha egyet írtál volna, vagy 18-at. Azaz az előállt parancs az fizikailag az, hogy echo, azzal a paraméterrel, hogy alma, meg azzal, hogy körte. Az echo meg ugye definíció szerint egy darab szó közzel elválasztva írja ki a paramétereit. Tehát ha leírod azt, hogy echo dollár változó, akkor elveszíted azokat a szóközöket. Ez az, ami ugye úgy lehet megoldani, hogy a változó hivatkozást majdhogy nem 100% idézőjelbe kell tenni. Ugyanis, hogyha a változó idézőjelben van és úgy szerepel a hivatkozás, echo, idézőjel, dollár változó idézőjel bezárva. Akkor ugyanúgy megtörténik a változó helyettesítés, na de mivel idézőjelben van, idézőjelben az, hogy alma három szó köz körte, és idézőjelben ugye bár az meg elhangzott, hogy a legtöbb változó a legtöbb karakter elveszíti a speciális jelentést, ilyen módon a szóköz is elveszíti a speciális jelentést, azt a jelentést, hogy ő elválasztja a paramétereket. Tehát előáll egy olyan utasítás, amiben az echo a parancs ugyanúgy, de csak egyetlen paramétere van, az a paraméter, hogy alma három szóköz körte. Tehát a trükk az azon van, hogy, és erre próbáltam ezzel a feladattal rávilágítani, hogy a változó helyettesítéseket majdhogy nem 100%-osan biztosan lehet mondani, idézőjelek közé kell tenni, mert abban az esetben a változó értéke kihelyettesítődik. Ha abban van valami furcsaság, akkor azt már nem bántja. Magyarul megmarad a három szó köz is. Így ez tiszta? Jó. Más valaki esetleg, mert nem biztos, hogy erre az oldalra is kellő, nem tudtam figyelni. Jó, akkor lefordíthatom, hogy a feladatok nem voltak nagyon bonyolultak, el lehetett vele szöszkötölni 5-10 percet, 1-2 órát, 4-5 hetet, ez annyit nem, mert nincs annyi idő. De akkor ezek szerint ezt kivéve többé-kevésbé sikerült a dolog. Jó, rendben, igazából ez volt a cél. Úgyhogy akkor folytathatom az új anyaggal? Vagy valakinek esetleg valami kérdése van? A korábbiakban eléggé vegyes információk hangoztak el. Egy eléggé lényeges információ az, hogy a Linuxos világban gyakorlatilag eléggé központi szerepet tölt be. Az, hogy karakteres felületen, parancsorból csinálunk dolgokat. Nem nagyon kéne úgy gondolom még egyszer kifejteni, hogy az én véleményem szerint egy grafikus felületen túl sok magyarázni való nincs, nyilván lehet az olyan komplex. De az esetek többségében vagy nem kapsz grafikus felületet, vagy ha kapsz, akkor azon el fogsz boldogulni, vagy előállhat az a kínos helyzet, hogy ott olyasmit csinálnak, te olyasmit akarsz csinálni, amit a grafikus felület egyszerűen már nem nyílt. Én szerencsétlen kollégáimat azzal őrítettem az első időszakban, hogy mondtam, hogy szép ez a Linux, jó ez a Linux, főleg ez a csodálatos grafikus környezet, de én azt szeretném csinálni, hogy. És akkor úgy néztek, hogy hát, mondta az egyikük, hogy hát az életében már látott egyetlen embert, akinek ez volt az igénye, és egy-két hét alatt megoldotta a problémát, érdeklődéssel várja az eredményt, de neki gőze nincs, hogy kell. A másikuk csak finom hülyének nevezett, úgyhogy elég jól el voltunk. Én meg azt mondtam, hogy egy idő után kérdezik a grafikus felület, nem nyújtja az adott funkciót, nekem érdekességként kell, tehát megoldom. És parancsol volt, de megoldottam. Azaz sajnos sokszor fordul elő olyan, hogy nem mindent nyújt a fizikailag létező lehetőségek közül az az adminisztrációs eszköz, ami grafikusként nyújtja. Innentől kezdve, ha a parancsot tudod használni, meg tud csinálni. Nem feltétlenül extrém dolgokra kell gondolni, de meg tud csinálni, mondani mindent, ha a parancsot nem ismered, akkor nem tudsz. De ennek köszönhetően elég sokat elszöszmötöltünk itt a parancsok lehetőségeivel, mit tud, mit nem tud. Ugyebár volt szó arról, hogy fájnév helyettesítő karakterek, Joker karakterek, ki hogy szereti hívni.
az angolul globbingnak nevezett mechanizmusról. Kérdőjel, csillag, szögletes zárójel, használható fájnálat. Volt szó arról, ez egy eléggé lényeges momentum, és reményeim szerint ez későbbiek során mindenki számára világossá válik, és készségé is válik, hogy a parancsorban te írhatsz több parancsot. Oly módon, hogy pontos veszővel választod el, írhatsz úgy több parancsot, hogy egyszerűen enterrel választod el őket. Ezek ugyanazt eredményezik, szépen sorba, szekvenciálisan lefutnak a parancsok. Ellenben írhatsz olyat is, hogy parancsokból ilyen úgynevezett csőhálózatokat hozol létre. Ezzel egyfajta úgynevezett átirányítást hajtasz végre. A csőhálózat lényege, hogy a csőhálózatban korábban szereplő utasítás, amit hagyományos körülmények között futtatva a képernyőre írna, ja, hivatalos nevén aztán be outputra, vagy normál kimenetre, az nem a képernyőre küldi az adatait, hanem a csőhálózatban mögötte álló program fogja ezt megkapni bejövő adatként, vagy ahogy mondani szokták, azt, amit ő standard inputként kapna, vagy másképpen megfogalmazva, amit te begépelnél neki egy adott kérdésre válasz. Azaz, el lehet ilyen A függőleges vonal, B függőleges vonal, C, és itt tovább formátumban sok-sok parancsot indítani, ezeket egyébként párhuzamosan futtatja a rendszer. Volt szó ugye az egyéb átirányításokról, kimenet, illetve bemenet átirányításról. Na, nagyjából úgy gondolom, hogy ezzel meglehetősen tömören összefoglaltam a lényegesebb részeit. Nyilván ugye én órákat tudnék elmesélni a MAN parancs használatáról, de hát azt leginkább használni kell, tehát nincs mit magyarázni rajta. És továbbiakban újfent és újfent mondom, hogy minden esetben ugyanaz van. Ha én egy utasításra hivatkozom, akkor tulajdonképpen örülnék, nyilván nem látom, de örülnék, ha a későbbiek során utána néznél, hogy az adott utasítás mégis mit tud, hogy tudja, hogy kell használni. Volt szó emlékeim szerint arról, hogy a felhasználók a Linuxos világban tulajdonképp számokkal vannak rendszer szinten reprezentálva, de ugye mindenki login nevüket használja, csoportokba szervezzük a felhasználókat, és volt szó ugye már némi, nem túl mély szinten jogosultság kezelésre. Úgyhogy ha emlékeim nem csak körülbelül ilyesmi volt a korábbiakban, folytatásban arra azért mindenképpen számítanatok kell, hogy elvi szinten ugye elvárom, hogy amikor én egy ilyesmiről beszéltem, akkor azt a későbbiek során az én talán szintén mégiscsak megemlíthessem, hivatkozhassak rá. Sőt, nem feltétlenül biztos, hogy egy előző alkalommal szerepelt konstrukció, ami ez a házi feladatban nem volt példa, nem fog előfordulni egy későbbi feladatban, vagy akár ugye nem fog előfordulni itt helyben, hivatkozásként, mondván ezeket ugye már megbeszéltük. Na jó, ennyit a meséről. Remélem az elmúlt némileg hosszabb idő kihagyás az arra elég volt, hogy szépen leülepedjenek a fontosabb részek, és például ne kezdjen el összekeverni a múltkori alkalommal tárgyalt fájnév megadásához használt Joker karakter a mai első részben szereplő úgynevezett szabályos kifejezésekkel, amik hasonlítanak, csak teljesen más van szép. Úgyhogy, nézzük a lényeg. Van egy angolul regular expression, magyarul szabályos kifejezésnek, illetve hát hunglisul reguláris kifejezésnek nevezett valami, amely valami szövegek megadását teszi lehetővé, jellemzően fájlon belüli szövegek megadását. Tehát, hogy utaljak az előzőekre, az a bizonyos fájlnév mintaillesztése, vagy helyettesítő karaktere, az általában valahol a könyvtár struktúrában szereplő, létező fájlok rövidebb, gyorsabb, egyszerűbb megadását teszi lehetővé. De ott a fájlok nevét adod meg ezekkel. A reguláris kifejezések nevű eszközzel szintén létező fájlok, csak éppen a tartalmukban adsz meg valamiféle szöveget, hasonlóan egy mintával. Na most,
A szabályos kifejezésekről mindenképpen tudni kell a következőt. Általános jellemző ezzel kapcsolatban, hogy aki aktívan használ valamilyen X jellegű operációs rendszert, az szinte biztosan szembefutott már vele. És van, aki rühelli, mert nem tanulta meg jól, és van, aki úgy van vele, hogy mindent ezzel akar megoldani, mert annyira jól tudja használni. Érdekessége, hogy ilyen sok száz, más megközelítés szerint néhány ezres nagyságrendű a parancskészlet, ami egyáltalán létezik. Nyilván ezen persze ugye eléggé homályos megfogalmazás, hogy több száz, meg néhány ezer, szóval ez van rendszer, ahol mondjuk 600, és van rendszer, ahol 4000, és nyilvánvalóan azon is múlik, hogy pontosan konkrétan milyen szoftverkomponenseket telepített. De mondjuk úgy egy viszonylag alapnak tekintett rendszerben is jó pár száz parancs van. Ehhez képest szabályos kifejezések kezelése ennek a pár száz, néhány ezer parancsnak gyakorlatilag elhanyagolható töredékében működik, tehát konkrétan 10-15 parancsnál többet nem valószínű, hogy össze tudnék szedni. Ehhez képest, ugye elsőre eléggé furcsa, hogy mégis minden alkalommal, ha arról van szó, hogy Unix parancsor, Linux parancsor, csinálni kell valamit, a legtöbb ember ugyanaz. Ha belefut, úgyis a fejéhez vágják a szabályos kifejezéseket. Ennek egyébként prózai okai vannak, azok az emberek, akik karakteres felületen, tehát világos, nyilván elsősorban az adminisztrátor. Tehát akik karakteres felületen piszkálnak rendszereken, azokra általában lehet ilyen nagyon csúnya becsülést adni, hogy van ez a mondjuk 600-as parancskészlet, ő ebből használ aktívan mondjuk 35-et. Tehát még erőteljesen a 10%-ot sem nagyon éri el. De tegyük föl 10%-ot. Na most ebből a 600-as parancskészletből van 10 olyan parancs, ami regexpert keres, vagy csak kezel. A vicc az, hogy ebből a 10 parancsból viszont mondjuk 7-et, majdhogy nem napi rendszerességgel használsz. Azaz, attól függetlenül, hogy a valódi arányait tekintve nagyon kevesen vannak regexpert kezelő parancsok, a használatuk alapján kifejezetten sokan. Tehát ha abból indulunk ki, hogy a 35 parancsból azért az a 7, az azért 20%, nem pedig alig 1-2%, amit ugye a valódi darabszám alapján lehetne mondani. Azaz, nem akarom én ezt tovább ragozni, regexpert megtanulni jó. Azért jó, mert ha jól megtanul, akkor hosszú távon nagyon hatékony eszköz. Most szólok előre. Nem fogom a legutolsó részletekig az összes nyomoronc kis firlefáncot megtanítani, mert túl sokan vannak hozzá. Egy ilyen viszonylag jó alapot gondoltam, amely jó alappal ugye a feladatok 70-80%-a röhögve megoldható. Ellenben van olyan, ami nem oldható meg, vagy legalábbis fogalmazunk úgy, hogy az én tudásommal nem oldható meg. Időnként tudnak emberek érdekes kérdéseket föltenni, időnként futottam már bele abba, hogy amit föltett kérdést, arra én azt mondtam, hogy na jó, hát ez sajnos az az, amire egy lépésben, három lépésben, számomra átlátható néhány ezer lépésben nem lehet választ adni regexpekkel. Aztán jött valaki, aki nálam is nagyobb zsonglőr, és addig bohóckodott, amíg egyszer csak kiesett a végeredmény, és én álltam, hogy Atya, Úr, Isten, még mindig van mit tanulni. Tehát erre azért számítani kell, ez egy hihetetlenül erős eszköz, csak nagyon nehéz vele. Na, nem ragozom tovább, nézzük, miről van szó. A parancsok, amelyek regexpert kezelnek, általában ugyanúgy viselkednek. Én tipikusan parancsori paraméterként megadok néhány file nevet. Ő ezeken a file neveken csinál valamit. Az, hogy mit csinál, az nyilván a parancs függvénye. Például ugye az a kedvenc eszközöm, amiről itt többször elhangzott, hogy nem lesz szó, a VI nevű csodálatos szövegszerkesztő. Ezt ki lehet találni, ha paraméterként kap néhány file nevet, akkor ő ezeket majd szerkesztésre fogja megnyitni.
Most ne menjünk a VI-ba bele, a lényeg az, hogy például a VI ismeri a regexpeket, és mindenki tudja, hogy azért elő-előfordul az a probléma, hogy egy meglevő szövegben valamit ki kell cserélni egy másikra. Tehát a klasszikus keresés és csere. De akár ugye a egyszerűsített formáját, a szimpla keresés is. Olyan, amit a regex használatával a VI-ban az általam szerkesztést, amennyit a fájban meg lehet csinálni. Na most, csak úgy az érdekesség kedvéért felteszem, a jelenlevő többsége azért VI-t nem minden nap szokott használni, ezzel úgy gondolom erősen túlzok. Nem feltétlenül kellene itt megemlíteni, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy van egy Szavak nevű szoftver, viszonylag elterjedt szövegek írására. Ilyen grafikus környezetű izé. Valaki megnézte már, hogy az tud regexpeket. Életedbe eszedbe nem jutott, gondolom, tehát ha tudnád, akkor sem biztos, hogy használnád, viszont ha most, hogy már tudod, esetleg majd nézzél utána neki, ugye helpje van, utána lehet keresgélni, hogy pontosan hogy működik, ugyanis azzal is előfordulhat, hogy az a feladatod, hogy egy komolyabb szövegrészben valamilyen kereséssel jellegű műveletet hajtsál végre, amit esetleg regexfekkel lehet teljes mértékig automatizálni. Nyilván a jellemzőbb az almát cseréljük körtére típusú probléma, de nem feltétlenül. Úgyhogy nem csak a Unix-Linux világnak szerves része, azért egyéb helyeken is elérhető. Legfeljebb abban szoktak sajnos eltérések lenni, hogy nem mindenki ugyanazt a jelrendszert használja. Na hát akkor a jelrendszer. Ugye, mint mondtam, az applikációk szövegfájlokon belül csinálnak valamit, és jellemzően egy szövegfájl egy teljes során csinálják azt, amit csinálnak. Azaz általában úgy történik, hogy amikor én ilyen regexet használom, akkor egy konkrét fájl konkrét sorával csinálok valamit, azon a soron belül keresem, hogy az úgynevezett mintaillesztés létezik, vagy nem. Magyarul én megadtam valami speciális karaktersorozattal egy mintán, és az adott sorban az van-e olyan szöveg rész, ami erre a mintára illeszkedik. Tehát azt mondom, hogy A-val kezdődik, akkor ezt így szerintem mindenki érti magyarul, és mindenki tudja, hogy ha én ezt precízen megfogalmazom, hogy mondd meg azt, hogy a sorban, bocsánat, ebben a fájlban van-e olyan sor egyáltalán, ami A-val kezdődik, akkor legfeljebb ilyeneket lehet visszakérdezni, hogy elnézést kérek, a feladat nem volt korrekten megfogalmazva. Kis A vagy nagy A? Én a továbbiakban igyekszem minden esetben tartani magam ahhoz, hogy ha kell, akkor pontosítom. Ha nem kell, akkor az azt jelenti, hogy nem számít, hogy kis vagy nagy betű. Most szólok, ez a regexpeknél pont fordítva van. Noha a hétköznapi életben ez nem szokott problémát jelenteni, a regexpeknél oda kell rá figyelni. Tovább megyek. Ha én azt mondtam, hogy keresd ki azokat a sorokat, vagy mondd meg, hogy vannak-e egyáltalán olyan sorok, amik A-val kezdődnek, akkor ebben az esetben egy további kérdés merülhet fel. Megengedette, hogy a sor elején néhány szóköz vagy tabulátor legyen? Vagy csak vizuálisan elég, ha én azt látom, hogy A-val kezdődik? Azaz, bármennyire is kellemetlen, de ez a hétköznapi megfogalmazás, azok a sorok érdekelnek, a tény, hogy vannak-e ilyenek. Amik A-val kezdődnek, azok minimum két ilyen jellegű visszakérdezést kellene, hogy automatikusan generáljanak. Őszintén szóval nyilván az lenne az ideális, hogyha elkezdenék szavaztatni, hány ember kezdett el azon gondolkodni, hogy fontos-e a szóköz vagy nem egy sor elején, illetve hány ember szóra gondolkozni, hogy kell-e azzal foglalkozni, hogy kis vagy nagy betű. De mint tudjuk, a számítógép nem óhajaink, hanem parancsaink alapján működik, és bizony a regexpeknél is így működik. Tehát ha én azt mondom, hogy a sor elején A, akkor ő úgy fogja érteni, hogy nincsen szóköz, nincs tabulátor, semmi esetleg egyéb nem látható karakter abban a sorban. És ha azt mondom, hogy A, akkor azt ő úgy fogja értelmezni, mint az előbb mondtam, ahogyan megadtam, tehát ha én kis A-val írtam le abban a mintában, akkor ő kis A-nak fogja tekinteni. Ha nagy A-val, akkor nagy A-nak.
Ha azt akarom, hogy mind a két forma legyen, akkor ezt valamilyen módon jeleznem kell. Ezek nélkül a feladat az kicsit pongyolában megfogalmazva. Tehát még egyszer, file soraiban keresgélünk, és az, hogy mit találunk meg, az azon múlik, hogy én milyen mintát írtam elő. A mintában szerepelhet kétféle karakter. Egy, aminek az a hivatalos megnevezése, hogy semmi specialitás literálisan önmagát jelenti, tehát például az előző példában az az A. Az azt jelenti, hogy ott egy A-t keresek. Illetve speciális karakterek. Nyilván, ha azt mondom, hogy A, B a keresett minta, akkor ezt azért le kell fordítani, noha valószínűleg mindenki érti, azt jelenti, hogy van valahol egy A, ahogy megírta, tegyük föl kisbetűvel, amit közvetlenül mögötte követ egy B. Tehát az ablak az jó lesz, ha valahol szerepel, nyilván az ajtó az nem. Sőt, az sem lesz jó, ha azt mondom, hogy a barokk művészet, mert ott az A és a B között volt egy szóköz. Márpedig én a mintában azt mondtam, hogy a B. Ahogy mondani szokták, hivatalosan ez egy összetett minta volt ez az AB, és azt mondtam vele, keressük azt, ahol van egy A, majd keressük azt, ahol van egy B, de ennek a kettőnek egymást kell közvetlenül követnie. Na most, ezen kívül, tehát az önmagukat jelentő karaktereken kívül, mint mondtam, speciális karakterek lehetnek, elsőként is speciális karakterként megemlíteném a pontot. Pont szabályos kifejezésekben azt jelenti, hogy ott valaminek lennie kell, de hogy az a valami micsoda, arról semmiféle korlátozást, előírást nem mondtak. Nincs jelentősége, hogy az micsoda. Az a jelentősége, hogy ott valami egyértelműen szerepel. Tehát, ha én például azt mondom, hogy van egy fájl, amelynek én ugye a sorait vizsgálom, és mintával keresek az adott mintára illeszkedő sorokat. És az a minta, hogy pont, akkor ezt valaki meg tudná-e totálisan nem informatikus módon fogalmazni, hogy miket, milyen sorokat keresek az adott fájlban. Még egyszer, nem informatikusként. Ebben őszintén szóval a karaktertől is valaki falra mászik, aki nem informatikus. Ráadásul volt egy probléma, hogy nem volt teljesen precíz. De ez a része még a kevésbé problémát. A nagyobb baj pont az a lényeg, hogy próbáld már egy hétköznapi ember számára megfogalmazni. Tehát, van néha... Nem üres. Nem üres. Mert ugye azt mondtam, hogy a pont az definíció szerint csak annyit jelent, hogy ott valaminek lennie kell. Magyarul nem üres. Na most ez megint egy olyan dolog, hogy ha én kilistázok neked a képernyőre egy szövegfájlt, akkor sajnos te két esetben fogsz rábökni, hogy az üres. Abban az esetben, hogyha az a sor valóban nem üres, valóban üres, illetve abban az esetben, hogyha a sorban kizárólag olyan karakterek vannak, amiket te nem látsz. Szóköz, tabulátor, laptopás, egy-két ilyen olyan-amolyan kontrollkarakter, aminek egész egyszerűen képernyőn nem igazán látható jele van. Na most az előzőek alapján viszont, ha én azt mondom, hogy a minta az, hogy pont, akkor ő mindent meg fog találni, amiben valami van, még azokat a sorokat is, amire te ránézel és azt mondod, hogy üres. Mert ha például van benne akár csak egyetlen szóköz, akkor ő ezt már meg fogja találni. Azaz, megint ugyanoda jutottunk, amire az előzőekben utaltam, hogy a hétköznapi némileg pongyol a megfogalmazás. És az informatikus megközelítés az persze eltér egy kicsit egymástól. Na most, ha azt mondom, hogy a minta az négy darab pontból áll, akkor ez mit jelent?
mit fogok megtalálni egy fájl, egy tetszőleges fájl sorai közül. Itt már nem igénylek ilyen bocsánat a kifejezésért, titkárnőnek szóló értelmezést, nyugodtan lehet ennél szakmaibban megfogalmazni, de azért pontos legyen. Négy karakter egymás után. Tehát akkor lefordítom, visszakérdezek. Azt a sort, amiben az a szó van, hogy ablak meg fogja találni? A-B-L-A-K. Nagyon jó, pont ez volt a célom, hogy kialakuljon egy ellentmondás. Nem érdekel kimondott nemet, rosszul mondta. Ugyanis annyit mond a regex, hogy keresek az adott feltételnek megfelelőt. Azaz, ha bárhol van nekem négy darab karakterem, akkor az nekem jó. Ahhoz, hogy azt mondjam, hogy nem találom meg, ahhoz azt kellene mondani, hogy a sorban pontosan négy darab karakter van. Én viszont ilyet nem mondtam, annyit mondtam, hogy négy darab karakter van. Mint ahogy az előző példánál is, amikor azt mondtam, hogy egy darab pontból áll a minta, igazából bármilyen sort megtalál, amiben tetszőleges számú karakter van, ha az a tetszőleges szám pozitív egész. Nulla karakter tartalmazó sorra, amit nem talál meg. De ha valami van, akkor megtalálja. Na most, következő, mint említettem, a regexpek távolról emlékeztetnek a fájl név megadásánál használt speciális karakterekre, tehát ugye hasonlít a dolog. Ugye ott is volt valami olyasmi, hogy ott kell lenni a fájl névben egy karakternek. Itt most az van, de ezt ponttal írod elő. Kell lenni az adott szövegben valahol egy ilyen karakternek. Nyilvánvalóan a példáknál eléggé egyértelműen és tudatosan még nem tértünk ki arra, hogy például az előző négy darab pont, mint minta, az ablak, és kizárólag az ablak szócskát tartalmazó sorban fizikailag melyik részét fogja megtalálni, mondjuk annyi azért viszonylag könnyen kitalálható, hogy legalább kettőt találhat meg. Nyilván az ablak szóval az első négyet, a, b, ö, a, és elvi szinten megtalálhatja a második karaktertől az ötödikig terjedő négy karakteres stringet is, azt, hogy blak. Per pillanat minket nem érdekel, a későbbiekben visszatérünk rá, főleg azért, mert az esetek többségében összesen annyi az igényünk, hogy valahol van-e illeszkedés. Tehát majdhogy nem mindegy, hogy ő most az első négy karaktert, vagy az utolsó négy karakterét találja meg. Vagy ha nyilván ennél lényegesen hosszabb szöveg van, akkor azon belül melyik négy egymás követő karakter. A lényeg szabály erre is van egyébként. No szóval, a szögletes zárójel, a szintén szabályos kifejezésben megadható speciális karakter, konstrukció, majdhogy nem ugyanaz a jelentése, mint egyébként a fájlneveknél volt, azaz a szögletes zárójel pár definíció szerint azt jelenti, hogy kell ott legyen valami, viszont ellentétben a ponttal nem lehet bármi. Én egyértelműen megadom, hogy mi az, ami ott állhat. Roppant egyszerű, felsorolom a megengedett karaktereket. És akkor rögtön egy egyértelmű példa, ugye nyafogtam itt a kisbetű, nagybetű. Jellemzően így kell leírni, hogy szögletes zárójel, kisa, nagya, szögletes zárójel bezárva. Vagy szögletes zárójel, nagya, kisa, és szögletes zárójel bezárva. Ha azt mondom, hogy lényegtelen, hogy az az A, az most kis vagy nagybetű, mert mint mondtam, ahogyan megadom. Ez az alapértelmezés. Na most, természetszerűleg a keresendő mintában a szögletes zárójellel megadott példák vagy minták esetén nem csak 2, 3, 5, 10 karaktert adhatok meg, szigorúan egymás után felsorolva. Oly módon, hogy a felsorolás sorrendjének nincs jelentősége. Megadhatok mindenféle egyszerűsítéseket. Ugye jellemzően azt szokták nagyon sűrű használni, amit ugye az előző alkalommal némileg nem sikerült módon, a fájnevekkel küzdöttem, ilyen tólig intervallum előírható, szabály,
szigorúan a kisatók iszéig, nagyatók nagyzéig, nullától kilencig terjedők valamilyen részintervallumadható meg. Hogy világos legyen, leírhatom azt, hogy szögletezővel nagy a kötőjel 5, de nem vagyok biztos, hogy mindenki meg fogja érteni, hogy miért azt kapja válaszul, amit kap. Ez nem értelmezett. Ennek köszönhetően valami lesz az eredménye, van, találkozhatsz olyan rendszerrel, ahol ez hibaüzenetet produkál, sokkal gyakrabban fogsz találkozni olyan rendszerrel, amelyik ezt félreérti. Eleve egy kérdéses, hogy mit akarhat az, hogy a nagyaltól az ötösig terjedő intervallum. Mert az, hogy kisaltó kizzéig, azt azért többé-kevésbé le lehet fordítani, hogy feltehetően a kisbetűk. Én már ezt a formát is erőteljesen óvatosan javaslom, hogy kezelje mindenki, mert többségében nem szokták díjazni azt, hogy aha, és mi van az ékezetes karakterekkel. Ez a forma ugyanis, ami garantált, hogy az angol ABC betűjével működik. Tehát az ékezetesek ugyanúgy vannak, kimaradnak. Ugyanilyen módon a nagyattól nagy Z-ig az reálisan 26 darab nagybetű, és hogy mi a helyzet az ékezetesekkel, meg ha tetszik, a kettős betűkkel, az anyagolható, ékezetes nem fog jelenteni, kettős meg pláne nem, miért nem? Mert ugye már egyenként értelmezi, ugye egy ilyen szögletes zárójel az egy darab karakter, amit per pillanat kénten kelletlen 8 bites értékként kell felfogni. Na most, természetszerűleg egy ilyen szögletes zárójeles megadásban lehet több intervallum megadása, tehát simán mondhatom azt, hogy kis altól kis f-ig, meg nullától kilencig. Mint említettem, a sorrend technikailag mindegy. Na most, ha már itt tartunk, valaki dekódolná, hogy mi volt ez a minta. Informatikában vagyunk, tehát azt a mintát adtam. 16-os számrendszer leírására használt karakterek. Speciál, ha precíz akarnék lenni, akkor a kisaltó kis f-ig mellé a nagyaltó nagy f-iget is oda illett volna raknom. Mert, mint említettem, csak kisbetűt fog jelenteni. No szóval, szögletes zárójel, van egy újabb egyszerűsítés, amennyiben a szögletes zárójelen belül a legelső karakter, amit megadok, az ez a kalapnak, cirkumflexnek nevezett izé, akkor ez negálást jelent, magyarul azok a karakterek, amiket felsoroltam, azok nem lesznek megtalálva. Egyébként, amiket nem adtam meg, azok meg lesznek találva. Na most, itt egy picit visszalépnék, mert úgy korábban, vagy 10 perc az ezelőtt mondtam valami olyasmit, hogy ezek soron belüli keresgélést végeznek ezek az alkalmazások, amit a gyakorlatban legtöbbször úgy szoktak megfogalmazni, hogy a szabályos kifejezéssel megadott minták, a sor végén álló sor végi jelet, azt nem keresik meg, vagy nem illeszkednek. Ezt értsd úgy, hogy hiába írtam le azt, hogy pont az üres sort nem fogja megtalálni, lévén a soron belül nincs semmi, az más kérdés, hogy ott a sor végjel. A sor végjelet már nem keressük. Ha leírom a szögletes zárójelet, például ezzel az inverz formával, hogy kalap valami, és ebben nem sorolom fel a sor végjelet, akkor ugye elvileg feltételezhető lenne, de majd ő illeszkedni fog a soremelés karakterre. Nem, nem fog. A regexfet használó szoftverek 99%-a a sorvégjelet nem találja meg, ahogy az előbb megfogalmaztam. Egy sort magát keresett, vizsgálja egyszerre, egy soron belül keresi a szövegeket. Na most, mivel itt elhangzott egy fél mondat, erre visszatérnék. Szögletes zárójelben az szerepel, hogy kis a nagy a. Ebben az esetben az alma, illetve körte sorokat meg fogom-e találni? Kiszavaz arra, hogy egyáltalán egyik sort sem fogom megtalálni.
Még egyszer, a minta ennyiből áll, a szögletes zárójelben egy kis a, meg egy nagy a. És a file két sora, amiben keresgélek, az alma, illetve körte. Tehát van-e olyan ember, aki úgy gondolja, hogy egyetlen sort sem fogok találni? Jó. Oké. Van-e olyan ember, aki úgy gondolja, hogy egyetlen sort fogok találni? Van-e olyan ember, aki úgy gondolja, hogy két sort fogok találni? Oké, hát aki az elején meg a végén jelentkezett, az elrontotta. Lévén az alma szóban az A, az egyszer ott van az alma elején, meg ott van egyszer a végén. Tehát akár két különböző helyen is megtalálnám. Tehát ha szögletes zárója, kis a nagy a bezárva, akkor az alma sort meg fogom találni. Még mindig nem mondom, hogy az almának melyik alját, de meg fogom találni. A körte sorban ezzel szemben nincsen a betű. Következésképpen akár kicsi, akár nagy formában keresem, ő nem fogja megtalálni, tehát az adott esetben az alma sor, mint olyat meg fogom találni, és ugye az alkalmazott szoftver függvényében mondjuk ki fogja írni a képernyőre. Jó, akkor egy nüansznyival módosítjuk, tehát szögletes zárójel, első karaktereként az áll, hogy cirkumflex, kalap, tehát a negáló, és a szögletes zárójel belül szintén szerepel a kisa, illetve a nagya. A kérdésem, tehát lefordítom a mintát, keresem azt, ami nem a A. Ugyebár az egyik sorban külön, meg a másik sorban külön. Van olyan, aki úgy gondolja, hogy nulla sort fogok találni? Jó? Van olyan, aki úgy gondolja, hogy egy sort fogok találni? Jó? Van olyan, aki úgy gondolja, hogy két sort fogok találni? Jó, hát mind a két esetben ugyanaz volt, hogy azért a többségnek sikerült dekódolnia. Ezt az egyébként nem triviális dolgot. Hadd mondjam meg, most jól válaszoltam, az előbb rosszul mondtam. Szóval, amikor azt mondtam, hogy nem a betű, akkor kezdjük az alma sort értelmezni. Először megnézzük az első karaktert, ez egy A. Ez nem A, de ez A, úgyhogy nem jó. De ugyebár semmit nem mondtam arra nézve, hogy a soron belül hol keresem, következésképpen a keresés tovább megy a soron belül és folytatja, és megvizsgálja az L betűt. Ez nem A. Hát ez nem A. Nagyszerű, akkor találtam. Mondja az alkalmazás, és mivel általában most nekünk, akár kicsit konkrétabban is fogalmazhatok, általában az első találatig dolgozik, ezért itt abba is hagyja magát, keresés találattal ért véget, és az alma sor szerinte jó. A második körte sorban meg hát nyilvánvalóan bármelyik karaktert vizsgálnám, azokra mindegyikre igaz az, hogy az nem A. Következésképpen megtalálja. Tehát két sort is fog találni, mert mind a két sorban van valahol egy olyan karakter, amelyik nem A. Ez az, ami egyébként az kezdet-kezdetén kicsit nehezen szokott menni, hogy az ilyen negálások, főleg amikor negálást negálok, azokat hogyan is kell értelmezni. Minden esetben úgy kell értelmezni, hogy ha én mást nem mondtam, akkor bárhol jó a soron belüli találat. Na most, tehát egy tetszőleges karakter. Egy karakter, aminek megmondom, hogy mik a lehetséges értékei. Egy karakter, aminek megmondom, hogy mik nem lehetnek az értékei. Magyarul, amit nem soroltam fel, az ugye bármelyik megfelel nekem. És végül, ugye két meglehetősen érdekes, az előzőhöz képest kicsit nehezebben értelmezhető dolog, és egy sokkal-sokkal bonyolultabb, de az előzőkkel sokkal jobban illeszkedő dolog van hátra. Magyarul, ugye hat lehetséges karakterből eddig a felét tárgyaltuk meg, ezek voltak az egyszerűbbek. Na most, következő, ha a minta legelején, ez egy elég lényeges szempont, hogy kizárólag a minta elején, az a előbb emlegetett cirkumflex vagy kalap karakter áll, ami az előbb ugye egy negálást jelentett, akkor ebben az esetben egy teljesen más funkciót kap a szabályos kifejezések keresésekor. Itt ugyanis azt jelenti, hogy
a minta, ami mögötte van, azt kell megkeresni. Ellenben az előzőekkel ellentétben itt én most konkrétan definiálom, hogy ez a minta kizárólag a vizsgált szöveg elején állhat. Magyarul, ha a vizsgált szöveg egy sor, akkor az a sor elején áll. Ha egy adott alkalmazásban a vizsgált szöveg egy konkrét szó, akkor az csak a szó elején állhat. Az a minta, ami mögötte van. Tehát, ha azt mondom, hogy a keresés az, hogy kalap a, akkor ugye ez nem negálást jelent, mert a negálás a szögletes zárójelben kéne lenni a kalapnál, azon belül is csak első karakterként. Itt, mivel ő minta első karaktere, ezért sor elejére, vagy ugye vizsgált szöveg elejére illeszkedést jelent. És ha én azt írom, hogy kalap A, akkor ugye, ha kis A-val írtam, akkor azt jelenti, hogy azokat a sorokat keresi, amik kis A-val kezdődnek, akkor ha nagy A-t írtam, akkor azt jelenti, hogy azokat a sorokat, amik nagy A-val kezdődnek. De, és itt jön elő, hogy itt már nem állhat a sor elején szó, köz, tabulátor, egyéb általam nem látható, tipikusan kontroll karakter. Mert az is egy karakter, tehát azt is le kellett volna írni valamilyen módon, mintával. Na most akkor ugye kicsit nehéz ez a fejben sok, de akkor próbálkozunk meg még egyszer. Cirkumflex, cirkumflex A. Ez a minta. Mit akar? Nincs a sor elején. A nincset azért nem fogadom el, mert ahhoz, hogy nincs legyen, szögletes zárójelbe kell lenni. Ez egy tipikus probléma, megint csak tulajdonképpen azt mondja, hogy örülök, hogy elhangzott. Mert olyan kínos lenne, hogyha nem hangozna el, és nekem kéne a szátot rágni, mert úgyis van legalább egy ember, aki azt gondolja. Legfeljebb nem hangzik el hangos. Szóval, nincs az nem jó. Tehát cirkumflex, cirkumflex A. Kezdjük az elején az értelmezést. A legelső cirkumflex mit mond? Hogy csak sor elején fogadom el a maradékot. Mi a maradék minta? Cirkumflex A. Hallott erről bárki bármit, most itt tőlem, hogy szabályos kifejezésben mit jelent a cirkumflex, ha nem a minta legelején áll, illetve nem szögletes zárójelben belül az első karakter? Remélem nem, mert nem mondtam. És ha nem mondtam, akkor az valami egyszerű, nem jelent semmi extrát. Következésképpen sor elején keresek egy cirkumflexet, amit követ egy általam megadott formájú A. A kis A-t írtam, akkor kis A. Nyilván ez tipikusan az a példa, amit az életben nem kell leírjál. Legalábbis eléggé nehézkesen tudom elképzelni, hogy neked olyan szövegben kéne turkálnod, amiben jellemző, hogy a sor elején van egy cirkumflex. De attól persze lehet. Nincs kizárva, én se ismerem a világ összes programozási nyelvét és applikáció szintaxisát, tehát akár még lehet is. Oké, cirkumflex, szögletes zárójel, A, cirkumflex, bezárva. Cirkumflex, ezt fordítsátok le, cirkumflex, sor eleje, szögletes zárójel, megadott karakterek. A cirkumflex bezárva. Van benne A és van benne cirkumflex, mert ugye nem ez volt az első karakter a szögletben. Tehát megint nem negálás, ez felsorolás, tehát vagy. Vagy egy A-t keresek a sor elején, vagy egy cirkumflexet. De a lényeg az, hogy ez a két karakter állhat a sor elején. Semmi egyéb nem jó. Nyilván ezt még lehet ragozni és bonyolítani, nyilván a cirkumflex szögletes zárójel, cirkumflex, cirkumflex, bezárva cirkumflex. Van még, aki képes követni? Első cirkumflex, négyet mondtam. Nem, csak három, bocsánat. Három darab cirkumflex mondott el. Az első cirkumflex azt jelenti, sor eleje. A szögletes zárójel azt jelenti, hogy megmondom, hogy mi állott a sor elején.
Úgy kezdem, hogy cirkumflex, tehát azt mondom, hogy negálom. Mi nem áll, azaz negálom. Tehát a sor elején nem fogadom el, és itt van a harmadik cirkumflex. Tehát a sor elején nem fogadom el a cirkumflexet. Pont. Baromi ronda, elismét. Nem arról van szó, hogy kifejezetten a szépségre mentem rá, hanem arra, hogy próbáljuk meg összeszedni. Na tehát, cirkumflex innentől kezdve remélhetőleg többé-kevésbé világos, és negyed óra múlva senki nem akar megállni akkor, amikor sor elejéről van szó. Na most, folytassuk tovább. Ez nagyon hasonló speciális karakter a dollárjel, mint az ábra is próbálja érzékeltetni, mint a dollár azt jelenti, hogy az előtte álló mintát a vizsgált szöveg végén vagyok hajlandó megtalálni, magyarul ugye sor végére illeszkedést, sor végére horgonyzást jelent. Világos? Akkor nyilván egy A dollár mint minta, az azt jelenti, hogy a vizsgált szövegrészben azokat a sorokat keresem, amelyek ha kis alt mondtam, akkor kis arra, ha nagy alt, akkor nagy arra végződnek. Nincs mögötte írásjel, pont kérdőjel felkiáltó elveszőn izé, nincs mögötte szóköz, nincs fogott a tabulátor. Tipikus probléma, hogy néhány szoftver kifejezetten háklis a szintaxisra. Ha a sor végén ott van még egy-két szóköz, meg ez meg ott, akkor az teljesen mást jelent. Na most akkor ezek után, ha tegyük föl a sornak szöveget kell tartalmaznia, akkor nyilván a legjobb, ha azt mondom, hogy nézzük már meg, hogy vannak-e olyan sorok, amik úgy fejeződnek be, hogy betű, szögletes zárója, tól, ig, kisalpok, kizéig, nagyalpok, nagyzéig, bezárva, dollárjel. Nyilván, ha ennek lenne valamilyen megfordítási lehetősége, akkor már is megtalálnám, hogy vannak-e olyan sorok, amelyek nem jók, mert mégsem szöveggel fejeződnek be. Hogy írom le? Szögletes zárójel, cirkumflex, kisalpok, kizéig, nagyalpok, nagyzéig, szögletes zárójel, bezárva, dollárjel. Magyarul, ha a sor végén szóköz van, tabulátor van, bármilyen központosításra használ, karakter, az nekem nem jó. Nyilván, ha a szoftver háklis és ilyen formátumot vár el, akkor ezt meg kell tudnom keresni. És milyen marha jó, hogy ezekkel meg tudom keresni. Na, szóval eljutottunk az utolsóig, ugye éppen lassan be kéne fejeznem. Szóval az utolsó általában a legtöbb problémát okozó spéci karakter, legalábbis abból, amit így az alapkészletben szoktak ismerni, a dollárjel jelentése. Bocsánat, nem dollár, csillag. Jelentése. Valaminek kell előtte állni. Ez lehet egy 1, egy 2, egy 3, egy 10 karakter, x karakter hosszúságú minta. És ami előtte áll, abból az utolsó mintaként értelmezhető tagot sokszorozza. Tehát AB csillag. Ebben az esetben előtte áll az a minta, hogy AB. De igazából az AB az egy összetett minta. Előtte az a minta áll, hogy B. Vagy szögletes zárójel nagy alton nagy zéig, bezárva. Szögletes zárójel kis alton kis zéig, bezárva, csillag. Előtte áll az a minta, hogy nagybetű kisbetű, de igazából ez egy összetett minta. Mert a közvetlen előtte álló minta az az, hogy kisbetű. Tehát erre a közvetlen előtte álló valamire vonatkozóan sokszorozza meg a mintát. Jelentése az előtte álló minta valahányszor, ami kicsit kínossá teszi, nullaszor, vagy egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor, vagy ötször, százszor, kétszázszor, 250. Van egyébként egy felső határa, hogy hányszoros sokszorozást kezel, nem tudom konkrétan a számértéket, a 250 biztos belefér. Többen nem vagyok 100%-osan biztos. Azaz, például az előző két általam földobott minta esetén, tehát A, B csillag, ebben az a meglepő ugye elsőre, hogy ez azt jelenti, keresek olyan szövegrészt, ahol van egy A,
Semmit nem írtam elő, tehát a soron belül bárhol lehet. És ugye összetett mintakép, közvetlenül mögött van valami. Ez ugye a B csillag rész. Azaz van mögötte néhány darab B. Ajtó, ablak, alma. Három sor. Jó, négy sor, körte. Mely sorokat találjuk meg? Ajtó. Aki azt mondja, hogy igen, attól kérek egy magyarázatot. Mert arról volt szó, hogy nullaszor is jó nekem a B betű. Köszönöm szépen, hogy rögtön az elején már megvettétek a poént, tehát igen. Az a jó válasz, hogy igen, az ajtó is meg lesz találva, mert A van, az ugye fixen elő van írva, hát a B-ből van mögötte nulla. Van. Kicsit hülyén néz ki, de van. Tehát meg fogja találni. Nyilván ugye az ajtó ablak almából ezek után nyilván mindet meg fogja találni. A különbség körülbelül annyi, hogy az ablak szóban természetesen az AB-t fogja megtalálni. Definíció szerint, mint említettem, az első találat lesz az, amit megtalálunk. Tehát az ajtóból az sor elejé A, az ablakból a sor elejé AB és nem a végén levő A, ugye? És az almából szintén a sor elejé A és nem a sor végi A. Viszont amennyiben a sor elején több találat van, lásd az ablak, mert megtaláljuk az A-t, egy hosszúságú, és megtaláljuk az AB-t, ami már egy két hosszúságú. Tehát ha ezen bizonyos legelső találatnál, pozícióval értendően legelső találatnál, több különböző hosszúságú találatunk van, abból a hosszabbikat fogjuk megtalálni. Magyarul az AB csillag legalább egy karaktert fog találni, de lehet, hogy többet. Az ajtónál, az alpánál egyet, az ablaknál kettőt. Természetesen egészen addig, ameddig csak arról beszélek, hogy hát megkeressük, addig ez nem érdekel. De amikor azt mondom, hogy utaltam korábban például egy keresés csere műveletre, ott már nyilván nem mindegy, hogy azt az A-t vagy az AB-t fogjuk kidobni és kicserélni valami másikra. Na most, ha az a minta, hogy A csillag, akkor az előző alma, ablak, ajtó, körte sorokból melyiket hányat fog találni? Mindet, mert ugye ebben az esetben a körte sorban nulla darab A-t fog találni. Hol fogja megtalálni? A sor elején álló semmi. Tehát a körte előtti K, bocsánat, a körte első karaktere, a K előtti semmi lesz a talán. Ez nyilván megint akkor érdekes igazán, amikor mondjuk egy csereműveletet fogok megadni. Azaz látható, hogy ezzel a csillaggal azért lehet eléggé goromba mintailleszkedéseket csinálni, ha valaki nem kellően odafigyel. Módon írja le, hogy mit akar mintával leírni, illetve nem kellően precízen fogalmazza meg a mintát. No, hát akkor legalább a második oldalra jussunk el. Egy rövid apróság.